Magyarországi látogatásra hívta a Svédország miniszterelnökét Orbán Viktor. A kormányfő Svédország NATO csatlakozásáról kezdeményezett találkozót. A svéd külügyminiszter úgy reagált a meghívásra, hogy nem látja okát a tárgyalásoknak. Közben a török parlament megszavazta Svédország felvételét a katonai szövetségbe. Ezzel a témával megyünk tovább. Kis Rajmunda, a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjével beszélgetek. Jó estét Jó kívánok! Estét, kívánok. Ugye a legfrissebb fejlemény ebben az ügyben a délutáni telefonbeszélgetés a NATO főtitkár és a magyar miniszterelnök között. A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy utasítja, vagy kéri, vagy határozottan kéri az országgyűlést a ratifikáció elfogadására. Ennyire egyszerű lenne? magyar kormány és Orbán Viktor személyesen is támogatta eddig is Svédország és korábban Finnország felvételét az északatlanti szervezetbe. Természetesen, hogy a török parlamentnek is jóvá kellett hagyni, ezt a magyar parlamentnek is jóvá kell hagyni. Ebben erősítette meg egyébként a saját maga döntését Stoltenberg NATO főtitkára a folytatott beszélgetésében ma, véle vélelmezhetően a magyar parlament támogatni fogja nem teljesen felhőtlen Svédország és Magyarország kétoldalú politikai párbeszéde, de azt gondolom, hogy ez is egy intőjel egyébként svéd partnereinknek, hogy a nato kívül és a nato belül is egy partnerségi kapcsolatra kell törekedni. Személy szerint nem tartom szerencsésnek, hogyha egy miniszterelnöki meghívásra, akár egy külügyminiszter, akár pedig egy Európai Uniós és hamarosan NATO tagállam ország miniszterelnöke, bármelyik kormánytagja azt mondja, hogy nem időszerű a tárgyalás, a tárgyalás mindig időszerű. Hogy fogalmazott, hogy nem felhőtlen a két ország viszonya, hát az azért jó részt a svédeknek köszönhető, gondoljunk csak vissza, nézzük meg <hört> az elmúlt években, hogy mi hangzott el a svéd televíziókban, a svéd riporterek közvetítésében a magyar demokrácia megszűnéséről, a kormány antidemokratikus működéséről. Hát azért ezek kiállják a gyalázatos minősítést, amelyet sokszor használtak ezzel a magyar kormány képviselői, és, és ezt számon lehetne kérni ebben a helyzetben a svédeken, nem? Tökéletesen egyetértek, szerkesztúr, lehetne de ő Vasalbert mondta, a kezet nyújtunk egymásnak, sőt azt is írta később Vasalbert, hogy együtt terül vagyunk. Magyarország a veszélyek korában kapcsolatokra törekszik. A jelenlegi kapcsolatait erősíti, és ahol még nincs, ott pedig új kapcsolatot szeretne, hogy az előző témában a Lánchídról beszéltek. A nemzetközi kapcsolat is kis láncszemekből áll össze, és összeköt országokat, hogy a Lánchíd a Dunának a két partját, Budát és Pestet. Magyarország ebben erős, ez ami Történelmi felelősségünk és talán küldetésünk, hogy kapcsolatot építsünk és hidakat verjünk egymás nagy és kisebb nemzetei közé. Remélhetőleg ezt olyan országok vezetői is meghallják, akik rombolnak néha, vagy nem igazából örülnek ennek a magyar hídnak, de azt gondolom, hogy Amire tetszett utáni, csak az elmúlt évben, amilyen kritika érte Magyarországot Svédországból, gondoltunk a szeptemberben ö, publikus lett ö, TV tévéfelvételre, vagy korábban akár miniszterelnök minisztereknek a bírálataira, azt gondolom, hogy nem könnyű sokszor új lappal indítani, de megéri. Viszont azt kell tudni a partnereinknek, hogy a NATO is egy mellérendelt partneri szövetség. Még a NATO főtitkár sem főnöke egy tagállamnak sem, ahogy nem kellene mondjuk az Európai Bizottság elnökének sem főnök szerepet játszani. Tökéletesen értem, amit mond, és azt is értem, hogy diplomáciát tanít, de közben mégis hat hozzak szóba egy másik példát. Nyugodtan. Ma délután itt volt a svéd köztelevízió riportere Magyarországon, megkérdezte az MSP szóvivőjét, és a svéd televízió nézőknek elmondta, hogy mit gondol az MSP egy ellenzéki párt erről az ügyről ezzel kvázi kiszolgálja a svéd közvélemény tudását a magyarországi viszonyokról, hát azért ez is önmagáért beszél. Remélem a svéd kollégái azt is elmondják, hogy jelenleg az az ellenzéki párt milyen népszerűségnek örvend, a lakosság körében kb. másfél százalékon, de természetesen bárkit megkérdezhet, hiszen Magyarországon ennyire szabad bárkit kérdezni bármiről. Értem, és nem a kérdés mellől megyek, hiszen tudom, hogy milyen kritikák érték Magyarországot, viszont nem lehet mindig a széllel szembe menni. Amíg lehetett, eddig is húztuk, aggodalmainkat kifejeztük. Szijjártó Péter novemberben levelet írt külügyminiszter kollégájának, amiben a svéd, amire a svéd külügyminiszter nem is válaszolt. Emlékezhetnek a nézőink annak idején, egy delegáció indult Helsinkibe, majd utána egyébként Svédországba és Finnországba és Svédországba, hogy egyeztessen a svéd és a fin parlamentnek a képviselőivel, hogy mi a kétoldalú politikai dialógusnak a hiánya, miért erősítik azt a vonalat Brüsszelben, hogy Magyarország ellen folyamatos eljárás kell viselni, Magyarországtól vissza kell tartani az egyébként nekünk járó forrásokat. Ez a delegáció annak idején sikeres volt, de valóban a választókerületek elnökei, de főleg az országgyűlési képviselők kifejezték a kormánynak és a frakciónak aggodalmukat a kétoldalú kapcsolatok miatt biztos lesz erre lehetősége a magyar kormány képviselőjének, a külügyminiszternek, akár személyesen a miniszterelnöknek, hogy ezeket a továbbra is nyitott kérdéseket valamilyen formában megbeszéljék, de akkor lapozzunk, mi jön most, a Magyarországgyűlés elfogadja, ratifikálja utolsóként ezt a, ezt a szabályt, ezt a jogszabályt, és akkor azzal a NATO teljes tagja lesz Svédország. Igen, ezt azt gondolom, hogy... Megy, hogy... Miért, miért jó ez Svédországnak? Ez szóval a svédeknek miért jó? Nekik kell tudni igazából, az elmúlt évtizedekben nagyon büszkék voltak rá, még a szovjet érában is, és azóta is, hogy nem provokálják Oroszországot, hasonlóan egyébként Finnországhoz, viszont a 2022. februári események után szívük joga azt gondolni, hogy inkább csatlakoznak, nem érezték magukat biztonságban. Én azt gondolom, hogy a nato t jelenleg nem fenyegeti orosz veszély, de korábban azt gondoltuk, hogy nem fogja megtámadni Ukrajnát sem. 2024 nyarán Washingtonban lesz a NATO csúcs. Én azt gondolom, hogy ott már teljes jogú tagja lehet Svédország az Észak-Atlanti szervezetnek. De természetesen a NATO jövője egy kicsit megint bizonytalan, hogyha látjuk az amerikai előválasztási eredményeket, nem kizárt, hogy Donald Trump lehet a jelölt és esetleg a befutó 2025. januárban, akkor viszont azt gondolom, hogy nem csak egy új világkülpolitikát fogunk látni, hanem egy új NATO-t is, hiszen akár tetszik, akár nem, az első számú vezetője a nato azért az Egyesült Államok, és Trump fogja megmondani a nato is, hogy merre tovább. Csak egy ilyen illusztrációként tenném ide az utolsó kérdést, de azért ez is Svédország, hogy a 60. születésnapjára a miniszterelnök egy luxuspartit szervezett, ahova kicsivel több vendéget hívott, mint amennyit a, a svéd király. Tehát mit szól ön ehhez? Hát a svédek korábban híresek voltak, hogy mennyire puritánok, gondoljunk a, a híres Márka névre. A, az autógyártásban, az egy kevésbé luxus autó volt. A politikusoknak én ingyen azt tudom tanácsolni, akár Skandináviában is, hogy minél szerényebbek a magánéletükben, annál sikeresebbek lehetnek, és annál hitelesebbek a választóik előtt. Kis Rajmond, a Matthias Korvinusz kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt a vendégem. Köszönöm, Köszönöm a beszélgetést! Szépen.